Sziasztok! Ebben a videóban egy reszelésmentes zseléstolt is szeretnék nektek megmutatni. Itt láthattok egy 5-7-es lenövést már. A szegény egy kicsit meg van már reszelgetve. És első körben ezzel a pörnélszes fejjel le fogom szedni. Én ezt mindig maximum fordulatszámon használom. Bekapcsolom a porelszívómat és le is szedem gyorsan, és a hosszát is ezzel fogom leszedni. Igazából a leszedésünk, az készen is van. Ezek után én mindig a formát szoktam megreszelni. Ilyen a leszedett állapot, ezt még ugye felszínileg fogom majd reszelgetni. A forma reszeléshez én mindig egy gyengébb reszelőt használok, hogy ne karistolja annyira a körmöt, és ne pattanjon meg rajta. És a reszelésmentes töltésnél már mindig a körömnek a végleges formáját adom meg reszelésnél. Ez nálam egy ovális forma lesz most. Bocsánat, csak meg kell néznem kamerázáson kívül is közelebbről, hogy ne legyen ferde a köröm. Igazából én egy ilyen formát adok neki. Én alulról is mindig egy kicsit megreszelem. Sőt, néha ki is szoktam csiszolni a körmömet, a saját természetes körmömet alulra. És majd fogok a mai nap még felvenni egy másik videót, sima töltésről. Azt is fel fogom nektek tölteni. Majd pedig felszínét fogom egy kicsit erősebb, ez egy 150x180-as reszelés, a 180-as felét használom. Egyébként ugyanolyan erősségű körülbelül ennél az abásán szerintem, úgyhogy mind a kettő ilyen 150-es. És ha ezzel is megvagyok, utána manikürözni fogok. Ehhez én egy krisztálnélszes fejet fogok használni, mégpedig őt. És ezt szintén beleteszem a csiszológépembe. És ennek a fordulatszámát a felénél kicsit lejjebb fogom venni. Viszont előtte körömágy bőrfeltolóval fel fogom tolni. Én ezt a Burn Pretty-set nagyon szeretem, még nagyon régen rendeltem, tök jó íles a vége, nagyon szépen fel lehet vele tolni. De ezt látjátok is. Itt még egy nagyon picit átreszelem, egy kis felvált anyag. Már elég régen volt megcsinálva a körmöm, így már voltak egy kis szívsíkhibák benne. És bekapcsolom a
porációmat ismét, és a felénél kicsit lejjebbre a csiszológépet. Először a forgás irányjal megegyező irányba, hogy leszedtem az anyagot, végig fogok menni az egész kör a ágyamon. Majd pedig a bal oldalát, így, ahogy felém van fordítva, megvan ikörözöm jobban, majd pedig leállítom a csiszológépemet, és forgás irányt váltok. Ugyanakkor a fordulatszámom. És a másik oldalát megcsinálom. Itt oldalt is jól kijövök. Jó. Majd pedig leállítom. Portanítok, és én ilyenkor már mindig felfelé portanítok, semmiképp sem ebbe az irányba, mert akkor letolom a leszedett körömágybőrt. És egy ollóval. Ez egyébként a Crystal Nails-nek a profi bőrvágó ollója, én nagyon-nagyon szeretem. Körbe megyek. És én igazából ennyibe szoktam a manikűrözést készíteni. Itt még ha látok olyan részt, ami nem szimpatikus, azt leszedem, levágom, vagy esetleg még egyszer rámegyek a kutikula tisztító fejemmel. De én így már jónak látom, nagyon-nagyon száraz a bőröm. Majd pedig egy spray-preppel lefújom. Én jobban szeretem a spray-preppet, mint a nail-preppet, mert nem tud beporosodni. Majd pedig megvárom, hogy megszáradjon. Ezután pedig addig megmutatom, hogy milyen anyagokat és elpárologjon fogok használni. Csak leporolom őket, mert sikeresen itt hagytam magam mellett, és nem mindegyik folyamatnál kapcsoltam be a porászívom. Egy Perfect Nail Cells Primert fogok használni. Aztán a Javerliennek fogom a Base Gel-jét használni. Szintén a Javerliennek fogom a zseléjét is használni. Színnek az Esakónak fogom a 04-es árnyalatát, ez egy gyönyörű piros. Fedőnek pedig, én nekem a Pearlnails-nek a Super Star Top Gel-je, ami befutó most nagyon. Ecsetekből pedig használni fogok. Azt hiszem, ez egy mollis ecset, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Ez pedig egy sínes ecset, egy ilyen kis vékony nullás ecset. És még használni fogok egy műanyag narancsfapálcát. És igazából ennyi. Ezeket fogom használni.
És jöhet is a primer. Én figyelek arra, hogy a bőrhöz ne érjem. Majd pedig a base kérem. Erre pedig arra ügyelek, hogy nagyon-nagyon lehúzogatom az ecsetéről tényleg az anyagot, és csak egy lehelletnyi vékony anyagot fogok fel mindig, de belemasszírozni a körmömbe. Látjátok, hogy így leteszem, és ilyen masszírozó mozdulatokkal így bele nyomkorom igazából a természetes körömbe az anyagot. Nagyon leheled vékonyam. Majd pedig beteszem köttetni. Körülbelül egy percig köttetem. Én ilyenkor mindig addig elpakolom, amit már nem használok. És előveszem, amit fogok használni. Ez egyébként egy nagyon szép ilyen tejrózsaszínes árnyalat, és bár így nagyon sűrűnek tűnik egyébként, de nagyon-nagyon jó terülő anyag. Én amikor megrendeltem és láttam, hogy reszelésmentes technikához használható, megláttam, eléggé megijedtem tőle, mert elég sűrűnek tűnik. Viszont mindjárt meglátjátok, hogy mennyire egyszerűen be fog terülni, ahova mi szeretnénk. És igazából ki is veszem. És első körben az anyagunkból veszek egy nagyon picit az ecsetemre, és egy csúszó réteget fogok készíteni a körömre. Majd pedig egy kicsit nagyobb anyagmennyiséget fogok felvenni, körülbelül így. Ez pedig mindig a körömnek a tövéhez helyezem le. Remélem, hogy képbe vagyok, közben azért állok meg, mert ránézek a telefonra. És első körben a körömágyi részhez elkezdem beteríteni. Majd pedig középső, a köröm gerincén végig húzom. Sikeresen hozzáértem az ujjamhoz, ezt mindig eltávolítjuk. És elkezdem jobbra és balra is elteríteni az anyagomat nagyjából. Igazából így néz ilyenkor, kilátjátok, hogy azért még elég humpókos a felszíne. És elkezdem a nullás ecsetemmel eligazgatni. Teljesen a széléhez is elkezdem kihúzni. Én a nagy ecsettel nem szeretem, mert az nagyon vastag ahhoz, hogy szépen beterítsem. Mindig sokkal nehezebb egyébként, hogyha kameráznom is kell közben. Látszik, hogy sikeresen bele is vágtam a bőrömbe, meg folyamatosan hozzáérek. Oldalról is megnézem, és látom, hogy egyrészt még itt hiányzik anyagom, és itt is hiányzik anyagom. Másrészt pedig a köröm végén sok van. Magamnak egyébként sokkal-sokkal nehezebb reszelésmentesen töltést készíteni. Eddig egyik anyagkal sem működött ezen kívül. Igazán jól. És most már látjuk, hogy
elég szépen beterült az anyagunk. És ilyenkor én még egy picit fejtetőre fordítom. Ezt egyébként vendégek esetében nem feltétlenül szoktam, hogyha gyorsabban tudok dolgozni, de amikor még a kamera is útban van, nem is látom igazán, és magamnak készítem, ilyenkor mindig sokkal-sokkal nehezebb. Hogyha esetleg bárhova befolyt az anyag, akkor eltávolítom. És mehet be a lámpába. Ilyenkor már mindig elkezd folyni, mert felveszi a testhőmet. Mert hát mindenkinek a testhőjét igazából. Ezt is megköttetem. És fogom ezt a gyönyörű színt. Tényleg mesés árnyalata van. És nagyon imádom, hogy színazonosak a üvegcsék. Pár színem van még csak az zakóból, de eddig nagyon tetszett mindegyik. Majd ki is veszem. Ilyenkor, ha esetleg valahol elfolyt oldalt, akkor mutatom, hogyha csak simán fixáljátok, ugyanúgy utána tapadni fog hozzá az anyag, vagy csak a formája nem az igazi szerintetek. Rá lehet egy kicsit menni. És ha szeretnénk, még alulról is egy kicsit megreszelhetjük. És igazából ennyi. Ha szeretné valaki bufferrel, átmehet rajta. Én itt feltétlenül nem tartom intokoltnak. És ilyenkor mindig végig megyek az egész körmön a színnel, majd pedig visszatérek a körmágyi részhez, és igazából nem az ecsettel megyek be a körmágyhoz, hanem az ecset előtt tolom magát a színt, az anyagot, és így betolom. Természetesen ezzel is hozzáérek a bőrömhöz, majd pedig beteszem a lámpába. És kiköttettem az anyagomat. Egyébként azért jobb a műanyag narancsfa pálca, mint a fa, mert a műanyaggal igazából le tudjátok szedni az anyagot, nem csak, mert hogyha a fával szeditek le, akkor igazából nem tudjátok rendesen leszedni, hogyha a sráncfa bárhova is befolyik, persze nem folyjon be, de mindenkivel előfordul, viszont a műanyaggal teljesen le tudjátok szedni az anyagot. Ki is veszem, majd pedig a második réteget is felkenem. És ilyenkor, amikor felkenem a második réteget, akkor húzom be a köröm végét is.
köröm végére figyelek, hogy mindig csak nagyon kevés anyagot viszek fel. Beteszem a lámpába. Majd pedig, ha esetleg még valahol látunk egyenletlenséget, akkor a ferőnkkel még tudunk egy icipicit korrigálni. Még egy kicsit felfordítom. És beteszem a lámpába. Természetesen reszelésmentesen egy picit nem lesz annyira teljesen tökéletes, és reszeléssel még egy leheletnyit lehetne rajta korrigálni, de ez már annyira minimális szerintem, főleg szaló munkában. Én nekem szeretik a vendégeim, főleg, hogy azért vendégeknek még egy fokkal jobban meg tudja az ember csinálni, mint saját magának. És igazából már csak a végén, ezt egy percig teljesen kiköttetem, és utána már csak olajozni fogok. Én mindig a szezonnak megfelelően, most pillanatnyilag a Crystal Nails-nek a szőlős olaját használom, ez még tavalyról maradt meg, mert azért a győzi szezonban nem fogyott el teljesen. Nyáron mindig valami jó gyümölcsre szoktam, most az NTL-nek a citromosát használtam, vagy a Pörnélsznek a gumimacisát szoktam, karácsonykor pedig általában narancsosat. Ti szeretitek egyébként váltogatni az olajakat évszaknak megfelelően? Írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok. És igazából készen is vagyunk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok és megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!